1930-ban készült el a Balsai Tisza híd, amely vasúti közúti hídként a szabolcs már bereg megyei településnél a nyírvidéki és a bodrogközi kisvasutakat kötötte össze 14 éven keresztül. Hazánk egyetlen kisvasúti Tisza hídjaként azonban a II. világháború idején 1944-ben megsemmisült, és azóta nem épült újjá. Bár erre vonatkozóan évtizedeken át történtek kezdeményezések. Erről is beszélt Somogyi Szilvia, balsa polgármestere. Emléktáblát avattak ünnepélyes keretek között az egykori híd, illetve Gróf Csáki Károly, volt honvédelmi miniszter emlékére. 14 év személyes és kitörölhetetlen emlékeket idéz. Ma is itt van közöttünk, akinek szülei építették ezt a hidat, amely híd, a falu szemefénye lett, a fiatalok itt találkoztak. A vasárnapi ebédek után pedig a családok, férfiak és nők, gyermekek felsétáltak a hídra, itt beszélgettek, nézelődtek, gyönyörködtek a tiszai tájban. Berecz János Gáva Vencselő polgármestere hozzátette, az egykori honvédelmi miniszter tevékenysége alapjaiban határozta meg a honvédség múltját és jelenét. Az akkori katonai életpálya modell bevezetése is nevéhez fűződik, valamint számos honvédelmi törvény és rendelkezés. A szegények, elesettek támogatása épp úgy jellemezte mindennapjait, mint az országban megvívott csaták az ellenzéki, baloldali politikusokkal, akik már akkor a kommunizmus magvait vetegették a nemzetházában. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter híradón kérdésére válaszolva elmondta, a hagyományok az emlékezet is kiemelten fontos, azzal együtt, hogy az érintett településeknek azóta is vágyuk, hogy ez a híd újra összekötő kapocs legyen a két régió között nem csak egy tárgyat látnak ebben a hídban, vagy láttak ebben a hídban, mint hogy a múltban is ez nem csak egy tárgy volt, egy, egy műtárgy, amin lehet közlekedni, és összeköti szabolcs Mábereg megyét, Borsodaba üzemplén megyével, az emberek könnyebben megtalálják egymást, hanem ez egy olyan jelképes kapocs is, ami nélkül létezni nem lehet. Én nagyon bízom benne, hogy ennek a régiónak, ennek a térségnek a lehetőségeit ismerve, egészen mondjam úgy, hogy sátoralja új hely, sáros patak, nyíregyháza, ez az emberek számára rendkívül fontos. És amennyire én ismerem az itt élőket, én biztos vagyok abban, hogy itt mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez a híd Újjáépüljön. Zemplének is kiemelten fontos volt, és lehet a híd újbali megépítése, ezt már a térség országgyűlési képviselője mondta. Ez a híd, ami összekötötte Szabolcsot és Zemplént, két régiót, és rövid életű volt ugyan, de mégis a térség fejlődését szolgálta. Szimbolikus ez a mai ünnepség, mert nem csak a Csáki volt honvédelmi miniszterre emlékeztünk, hanem a egykor felrobbantott hídra is és valaminek a kezdetén vagyunk, hiszen évekkel ezelőtt indult el a lobbizás azért, hogy ez a híd megépüljön. Nyilván ez nem egyik napról a másik napra fog elkészülni, de valahol el kell kezdeni. A Balsai-Tisza híd terveinek elkészítése jelenleg mintegy 400 millió forintot venne igénybe. Ez az első lépése annak, hogy az elkövetkezendőkben meg is épülhessen az el az eseményen.